Én ma reggel itt egy játékbirodalomba csöppentem, hiszen Hart Éva szenvedélyesen gyűjti a régi idők játékait, és hogy mi volt az első játék, ami megdobogtatta a szívét, erről fogom fagadni, Jó reggelt. Éva, mi volt az első játék, illetve van-e olyan játék, amit esetleg már a te gyermekkorodból őrzöl? Jó reggelt kívánok! Hát valóban a játékok között számtalan olyan játék van, ami az én gyerekkoromat idézi, de olyan is van, ami az édesapámét. Ugyanis a legelső játék édesapámnak egy lemezjátéka volt, amit megtaláltam a padláson a nagymamánál, és akkor valahogy beleszerettem. És azt gondoltam, hogy ha már egyszer egy játékot találok, akkor találok biztos többet is, és így elindult egy szenvedély, ami mára már egy komoly gyűjteményt jelent. Rendszeresen járok a bolhapiacokra, és a kedves ismerősök is tudják az én hobbi így aztán nagyon sok játék kerül hozzám olyan idős emberektől, barátoktól, akik úgy gondolják, hogy ezek a játékok nálam lesznek majd biztonságban. Mindenféle játék megtalálható a gyűjteményben, a babáktól, a klasszikus mackókon át, a különböző felhúzható plusz játékokig, a lemez játékokig. Tehát gyakorlatilag a gyűjtemény egy nagyon gazdag színfolt, azt gondolom, hogy érték. Ma régi játékot gyűjteni mindenképpen értéket jelent, hiszen a múltat idézi, a múlt pedig a jelen gyökere. Nagyon-nagyon nagy élmény, amikor azt látom, hogy idősek, akik megnézik a gyűjteményemet, vagy akár gyerekek, ha eljönnek és rácsodálkoznak egy-egy játékra, milyen örömöt jelent ez mindenkinek. Megőrizzük azokat a különleges játékszereket, különleges felhúzható, vagy akár más egyéb klasszikus játékszereket, amelyek a gyűjteményt gyakorlatilag alkotják. Hogyan játszottak régebben a gyerekek, miben játszottak másként akár, mint ma? Nagyon érdekes, mert hogy a játékszerek mutatják az adott kort. Gyakorlatilag az anyag, illetve a, a, a kivitelezés az nagyon nagyban jelzi azt, hogy melyik korból származik a játék, az örök. Tehát gyakorlatilag mindig ugyanúgy játszunk, csak esetenként egy-egy játékszerrel nem lehetett olyan bátran játszani, mint mondjuk ma egy műanyag játékkal. Például itt mellettem látható a, a baba, ez a nagyon szép Armand Marcel baba. Aminek ugye a feje az egy, az egy klasszikus biszkvit anyagból van, ami egy ilyen porcelán alapanyagú. Ha megnézzük a kezét, lábát, akkor látható, hogy ez viszont fából van, és minden, minden ízülete mozog, le van egy speciális anyaggal kezelve, tehát gyakorlatilag azért ezek törékenyek voltak, így aztán valószínűleg, hogy nem voltak mindennapos használatban a gyerekeknél. De az idők előre haladtával, ugye az anyagok változnak, és miután a babák, ezek a babák át fognak majd alakulni, és lesznek műanyagjátékok is, nyilván akkor ezekkel már a mindennapos használat sokkal egyszerűbbé vált. Milyen régi ez a baba, illetve hol találtad, úgy tudom, ez a legutóbbi szerzeményed? Igen, ez a legutóbbi szerzemény, ez egy nagyon régi baba, 920-as évekből való, egy Armand Marcel baba. Általában ugye itt a fején lehet látni a jelzést a, a babáknak, hogy ki a, ki a gyártója, a szám is benne van, illetve gyakorlatilag ezáltal be is azonosítható, hogy melyik szériából és melyik évből származik. Ez a gyönyörűséges baba. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Hart Évának, és akkor elárulhatom a nézőknek azt is, hogy Éva régi vágya vált valóra, hiszen tavasztól egy állandó kiállításban lehet majd a játékokat megcsodálni egy Sopronban. A szó a stúdióé.